Ahogy korábban már említettem, a megmaradt masszát föl lehet használni arra, hogy a kráteresre sikerült köveket kijavítsuk. Ez pedig annyit kell tenni, hogy ha korábban öntötted a követ és jó száraz, akkor mindenképpen mássd bele vízbe, hogy egy picit megszívja magát. Ugyanis ha ezt nem teszed meg, akkor, ahogy rákened a masszát, az azonnal be fog keményedni, ugyanis a vizet kiszívja belőle. Én ezt a követ már egy picit beleszedtem a vízbe, és most mutatom nektek. Egy pici masszát a kezetekbe vesztek, és ilyen kis finom, simogató mozdulatokkal bele kell dörzsölni a masszát a kőbe, ott, ahol kráter van. És ezzel a dörzsölő mozdulattal szép sima is lesz a felület, úgyhogy nem kell aggódni, hogy érdes lesz. Ezzel tulajdonképpen simára simogatjuk a követ. Én mindig úgy érzem, hogy jó nagy adag kedvesség anyánkor a kő irányába. Bennem, hiszen jó sok simogatást kap. Itt most előtt a massza és az eredeti kőszíne, ugyanis egy másfajta cementből készült ez a kő. De itt most szépen ezek össze fognak kötni, és ha kap egy akrilfesték réteget, akkor onnantól kezdve ez már teljesen egyé fog válni gyakorlatilag. A buborékok egyébként nagyon szeretnek itt ezen a felületen összegyűlni, úgyhogy ha zavar, hogy ott kráteres, akkor ott is meg tudod ezt csinálni. De tényleg csak nagyon pici masszát veszel a kezedbe, és szépen beledörzsölöd. És a simító mozdulatok, illetve a kesztyűnek ez a dörzsi része szépen leszedi a fölösleget. És ugyanakkor azokba a pici kis lukakba beletuszkolod, belepréseled gyakorlatilag az anyagot. Ez így megvan, bármilyen más apró kis sérülést lehet így javítani ezzel a technikával. És akkor így szépen körbe dörzsölöd, és gyakorlatilag a kráteresség ezzel meg is tud szűnni. Picit még a tetejére teszek. Így. Szóval ennyi, csak a javítás, nagyon egyszerű, bár egy kicsit időigényes és macerásnak tűnik, de legalább van egy mód, ahogyan helyre tudjuk hozni, hogyha valami nem sikerült, hogy nem kell megijedni, hogyha kráteres a kő. Ilyen egyszerű dologgal, a friss masszával szépen lehet javítani.